Hát hát akkor meg átírítja a YouTube. Aha. Van ilyen. De nem tetszett hólókő annyira, mint gondoltam. Nem? Nem. Nagyon szépek az almák. Nagyon szép, több almak. Na, nézzétek csak. A Jánosnak a kertjében vagyok. És egészségesen. Több a banán, mint máshol. Azért nem. Nézzétek, még megyünk az egész kerten, megnézzük. Mondjuk ezt megnézhetjétek az ő videójain is, mert videózik, szóval nála is meg lehet tekinteni ezeket. Nagyon szép ez a vörös banán. Igen, nagyon tetszik. Családi nagyon szép, ugye? Ugye, mert a varméhek azok repülnek akkor is, amikor a normál méhek nem. Starking. Nem elég melegbe, meg repülnek akkor is, hogyha nincsen, ha szél van. Az már meg, hát a tomoly már rá. A házi méh az ilyenben nem repül. Szép, mi? Ennyi almád van. Fejre mered, nagyon fönt, nagyon lent van. Na, szerintem nem sokan vagyunk akkorák, hogy lefejeljük. Na, itt a batáta, de ez megfagyott. De van benne. De van, láttam a videódon. Van benne, majd kíváncsi vagyok, mi lesz belőle, de van ödrös benne. Ödrös termesztés. És itt is a kolbásztökön is megfagyott. Uh-huh. Két levél összesen. Kánák meg akkorák, mint nálam. Nála se virágoztak? Nem. Ki se akartam ültetni már abból, mert ugye ebben a víz azért jobban megmaradnak itt. Gyötrelem most a kána. Na, se tudom, milyen színűm van, szóval. Majd adok magot? Azt lesz. Magból? Aha. Nem? Nem gyökérrel tele? Is. Nem, magból is ültettem már. Na, kipróbáljuk. De nem engedjük föl. Nagyon zöld az enyém. Nem ilyen világos színű, hanem nagyon méregzöld levele van. Hát már szerintem kicsinek a föld, mert rengeteg van belerakva. Ja. Ez óriás dália. Ilyen hatalmas nagy. Szokott virágozni? Most idén nem látod. De egyébként jó. De lehet, hogy itt. Na, ezt is megkapta a fagy. Aha. Érdekes. Fú. Nagyon frankó meg van messze, mert hallod? Bírja látni, hogy rogyásig van, de mégis a fa tartja. Ez a két fa. Ez a, hallod, ez megszakad, hallod? Valami fa levél. Mindegy. Ez a két fa ugyanonnan van, ugyanakkor lett oltva. Két különbség, hogy azon apró almák vannak, ezen hatalmas nagyok. Ez gyönyörű, hallod. Nagyon szép. Hú, meg lenne az alma készlet télire. Hallod. Ez mind téli almák, gondolom. Az idaret téli alma, meg a Starking is, igen. Hát az... Hát ezen szerintem, gyümölcsök, szerintem így játékból van két mázsa rajta. Ez nagyon, nagyon. Jól néz ki. Jól bírja. Mennyi idős? Meg lehet kóstolni egyébként, a pirosak már biztos vagyok, ugye, mert az ibered az, amit kívülről le kell szedni, mert ha benézünk belőle, ott zöldek vannak. Kívülről le kell szedni, és akkor érik a többi. Megint leszedünk egy kört, megint érik a többi. Mennyire ellenálló ibered? Ez se volt permetezve, csak egy lemosó volt ahhoz. Na, majd kipróbálom. De ez savanykás alma. Jó szállítani. Mennyi idős a fa? Hát még apukám ültette. Szerintem 15 vagy 20-as, 15 és 20 között. Mi is? Én 15 jár, ha bemű, zolsóban. De van, amikor elkapja a varasodást, de varasodást azt meg lehet oldani könnyen. De most nincs rajta az se. Van egy két, ott van egy. Egy rohadt benne, de... Hát az mindenhol előfordul. Az marha jó. Ez marhára tetszik. Nyugodtan lehet belőle kóstolni. Almát nem bírom, bent van a fogam. Ja. Kitörik. Szőlőt is nyugodtan. A szőlőt is eszik. Vannak a darazsak. Ez jó? Ugye, hogy jó? Ilyet szedtem valamelyik nap az útszélén. Útszélén? Aha. Nőtt fel egy fára. Mindenhol az ugyanez az amatos szőlő. A káposztánál is segít az a papír, ami ott van a papír, hát, hülyeséget beszélt. Igen, a földi bolhák. A bolhákat.
bolhákat összeszedni, csak itt most akkora mennyiségű bolha volt, hogy az teljesen tarrá nyomták az egész káposztát. Tehát, de valahol én volt egy olyanom, hogy kiraktam sárga lavorba, ugye a sárga csapda kell a bolhák ellen, sárga lavorba kiraktam vizet, de kell bele tenni egy kevés mosogatószert, hogy ne bírjon ki, ugye a tetején lesz egy tetején lesz a víznek egy ilyen viszkozitás képző olaj, és nem bír kijönni a bolha belőle. Beleúrik, és onnan már nem fog kijönni. Virágokkal mit csinálsz? Árulod, vagy csak szépségnek? Temetőbe. Igen. Gyönyörűek, hallod. Kicsit ki van bőle. Nekem megették a rohadék, ez egy csigák. Nagyon szépek ezek a virágok. Ott is van bent, az is szép. Olyat vette. Megették a csigák. Esélye nem volt. Bóját? Nem, mikor kikelt, lerágták a zöldjét. Nem nyert. Itt nincs olyan csiga. De van. Ez nem a száraz szaron. Van pedig. Na itt volt a kívánó, de hát az is élet. Ez kalapka, bár idáig fölnőtt. Idáig fölnőtt, amikor leszedtem, mondom, most már én nem foglalkozok vele, leszedem. Leszedtem, alul voltak ekkora kicsik. Ez beérett volna. Beért volna? Be hát. Még most? Persze. Ilyen picike? Persze. Azt nem gondoltam volna. Amíg nem jön rendes olyan fagy, hogy megmarad a fagy, tudod, teljesen idejéig. Tudom, hogy nem szereted a savanyú paradicsomot, akkor ezt kóstold meg. Ez édes, vagy? Én azt nem szeretem, ha ég a gyomrom. Savasat. Ez savas? Nem. Nem, ez nem az. Ez édes. Mi ez? Nem tudom, hanem én, de... De jó, nem az a sweet, F1-es nem tető. Ez finom. Nem. Mert olyan precízen meg van csinálva. Tessék? Itt is tanulnak a diákok? Nem. Nagyon szép. Igényes. Sok a befőzés. Azt szeretem még ezt a Spencer fajtát. Ez nem annyira... Csak szét van a pedve. Ez egy kicsit savas lesz, de viszont... Ebben az a jó, hogy ez kemény. Tehát érzed, milyen kemény. Nem tudom, hogy fog-e tetszeni. Ez tényleg kemény. De ez ilyen marad még egy hét múlva is ilyen kemény. Ez a Spencer. Ez nem annyira jó. Ennél érzem a savat azonnal. Én is éreztem eddig, amíg nem kaptam, refluxom van, és nem kaptam rá gyógyszert, addig nekem is volt ilyen. Úgy nem csak, hogyha nagyon rossz az a refux, akkor szerem. Úgy nem. ez most beütött. Ez a Scott féle. Scott féle lugas paradicsom. Lehet már világba mennének. Ez egy másik fajta szőlő, de van rajta zöld, láttam. Itt is látom. Kóstolt nyugodtan. Ott Elló mellett közben eljöttünk, az ott van, de már ezeket a borszőlőket ki akarom szedni, és vannak ültetve kis csemete, csemege szőlők. Ez most nem annyira jó. Ez is nem rossz. Olyan. Nem rossz az a nem annyira jó. Milyen színe van ennek. Egész nyugodtan. Ez marra a színe. Milyen színe van ennek? Hát nagyon édes, hallod. Ez is milyen szép. Ez milyen szép? Ez Vilmos körte? Tessék? Ez. Az Alexander körte. Azt a másikat én nem tudom megmondani, én papkörtének ismerem, amit rengeteg az a zöld. Majd ott jövünk lefelé, jó? A rakatféle paradicsom, mondhatod, hogy minek ültetek 50 félét, tehát ezért, hogy kettesével van belőle. A szomszédomnál ilyesmi paradicsom van, de nem ez biztos, mert ekkora, nagyon vörös, tényleg nagyon sötét vörös. Azt mondta, hogy találta, hogy olyan magot talált, bent most vette a házat, hogy már le volt róla kopva a kép, minden, amikor felbontotta, akkor látta, hogy paradicsom, és elültette. Nagyon jó befőző paradicsom lett. Az a baj, hogy sok ilyen paradicsommal kísérletezni kell. Én vettem tavaly magot,
nem tudom már. Lényegtelen, hogy kitől, meg a fajtát sem tudom már, de nálunk nagyon rossz lett. Tehát nagyon, föld, hogy mit szeret. Nagyon rossz lett. Tehát ja. Én azt nem hiszem, hogy valaki olyan minőségű paradicsom leadott. Már rengetegféle paradicsom van, látod itt. Ez mondjuk ez az 1, 2, 3, 4, 5 sor, ezek egyformák. De arra lefelé, aztán ott jönnek a... Van a de zaltabal. Az nem azért szív. Ökörszív, de ökörszív. Ez a svájci ökörszív fajta, igen. Van a Zlatava ott a másik oldalán. Az a nekem az a kedvencem. Zlatava? Imádom. Meg a Valencia is ugyanolyan. Azt ismered? Azt az volt pár évvel ezelőtt, ja. Az is hasonló, mint a Zlatava. Csak ugye, amikor Zlatavát ketté vágod, akkor narancssárga belülről. A Valenciát ketté vágod, az sima sárga. Aha. Volt az nekem. Én ezért sokat kipróbáltam már, minden évben kipróbálok egyfajtát. Amikor nagy meleg van, és így ennyire szabadon van a paradicsom, kell, mert mi most kezdünk el tavasszal, akkor kell nekem védetakarni, vagy mi a a nagy hőség, vagy az a lényeg, hogy ne legyen túl sűrű. Tehát mármint úgy ne legyen túl sűrű, hogy nem hagyom meg a hónajhajtásokat. Csak olyanon hagyok hónajhajtást, amit már látom, hogy ugye ezen már leszáradtak a levelek. Most hagyni kéne egy kis hónajhajtást, hogy ezek még beérjenek. Mert egyébként nem fogja beérlelni soha, ha nem hagyok neki hónajhajtást, hogy beérje a más, beérelje a többit. Ezek ilyen, nem is tudom, folyton növők, vagy folyton növő. Ugye el vannak úgy a végei, és onnan nem szárod el, mert egyszer nekem... Ezeket most már azért vágtam le, már szeptember vége van, már ne hajtson újabb virágot. Igen. Egyébként én a folyton növő paradicsomokat szeretem, mert a determináltakkal az a baj, hogy terem, ott vége van. Tehát nem terem többször. Amikor hosszan van ősz, mint tavaly, ugye még november elején volt a fagyok, legalábbis itt, akkor lehet volna még esély valamennyit beszőzni róla. Nagyon sokat tűzünk be. Szalszát, meg mit tudom, paradicsomlevet, meg minden ilyet. Persze, ilyenkor már nem olyan szép, de szedni lehet róla. Így van. Tehát vannak benne hibásak, már nem olyan tökéletes, mint ami nyár közepén, meg nyár elején, de érés elején, de... Akkor is jó. Meg savanyúságnak is később az öltet. De egyébként szerintem nem olyan íze van, mint a bótinak. Hát én bótit nem eszem. Pontosan ezért. Valószínű. Mi még nagyon mentők vagyunk, de... A bótit nem nagyon szeretem megenni. Ugyan mi? Ez a bárányfarok, meg egy otelló mellett eljött. Igen. Azt hittem. De ez is direkt termő, nem? Igen. Ez vagyok az izé. Otelló ez. Otelló. Bárányfarok ott van. Kicsit savanyú. Bárányfarok. Ez a aprólék? Igen. Hát ez van a tünecséknél. Az is savanyú. Én is megkóstolom ezt. Jó illata van. Uh-huh. Ez van a tünecsnél. Bárányfarok. Legalábbis itt ennek ismerem, hogy a hivatalos neve bárányfarok azt. Nem, ők szerintem más mondták, hogy másként hívják. De ezért, ja. Nem tudom. Itt volt egy csomó ilyen, csak én kivágott, kiszedtem az éket, a borszőlőket, mert mit csináljak vele. Ez borszőlő, vagy borvidék, ez itten, vagy mi? Nem nagyon, csak hát mindenkinek van a kertjében, látom, itt a szomszédből is van. Egy Gloucester, meg egy... Igen, Gloucester, meg egy... Hát, nem tudom most milyen van, a másik, de az még nem termet. És ez rotálva van, vagy szántva van? Nem szántott. Nem, nem hiszik el a szomszédok se, de nem szántunk. Én azért nem szántatok, mert a szánta agrármérnökként is azért mondom, hogy nem szántunk, mert jön az eketalp betegség. Az eketalp betegség, ugye, ha megnézzünk egy ekék, van egy eketalp. Itt vannak az ekék, van egy eketalp. Persze olyan területet, amit szűzen föltörünk, az szántunk. Nekem az kell most sajnos, olyan, 30 éve nem volt használva. Azt megszántunk. Mondtam, egyszer. És egyszer. Be kellett rágyázni, és utána már csak rotálni, ugye? Igen. Azért, hogy ne legyen eket a betegség. Itt, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az eketalpa összenyomja az alatta lévő földet. Tömöríti. Gyakorlatilag tömöríti egy, mit tudom, egy, ami akkora az eke, ugye különböző méretek vannak. Igen. Van az eke, az aljában itt tök tömör lesz a föld, főleg agyagosba, mert homokba oly mindegy, ott lehet nyugodtan, agyagosba nem. De talajszerkezetet rombolja. Tehát a rotálás se annyira jó, de még mindig jobb, mint a... Mert azért jó, mert mert a felső talaj réteg nem kerül alulra. Ugye az csak kevergeti. Ez összekeveri. A szántásnál pont fordítva van, az alsó fölkerül fölülre, ha alul van egy valami vacak talaj, akkor az följött fölülre. Ezért mondtam én neked, hogy 20-30 centire agyagon alatta.
Hát ezt meg kell nézni, kell ásni egy szelvényt, azt meg kell nézni. Marástunk. Milyen. Marástunk. Az ilyen, tudom. Egy ilyen jó barna fő, vagy inkább fekete, és ott a lejjebb, minél lejjebb megyünk, annál anyagosabb. Agyagosabb. Hát, de viszont, vagy esetleg azt lehet megcsinálni, hogy vannak ilyen mély lazítók. Valakinek van-e ott mély lazítója, azt nem tudom majd megmondani. Megkérdezzük a somospőket. Uh-huh. És azzal meg lazítatni. Talajlazító. Aha. Azért, hogy azt az agyag réteget megszaggassa egy kicsit. Uh-huh. Ugye amikor, nem tudom, Tihanyban biztos volt. Amikor ott szőlőt telepítenek, igen. Ilyen buzi nagy kövek vannak. Igen. És megszaggatják. Azért szaggatják meg, hogy a víz lefoly, le tudjon folyni. Tehát ezért kell megszaggatni, nem fel kell hozni az agyagot lentről, uh-huh. hanem csak szét kell szaggatni, uh-huh. hogy le tudjon menni a víz. Uh-huh. Mert ugye, ha nem megy le, vannak egy olyan, hogy a víz hogy van jelen a talajban. Van kötött víz, meg szabad víz. A kötött vizet ugye megkötik a nem érthető talajkolloidok, magyarul a talajszemcsék. Felületén rajta van. Na ezt a növény soha nem tudja felvenni. Azt tudja felvenni, ami szabad vízként van a talajban. És az agyag, az gyakorlatilag egy baromi jó kolloid, mert a saját súlyának többszörösét felbírja venni vízbe. Uh-huh. És megköti a vizet, és onnan nincsen tovább. Tehát van olyan agyag, ami úgy megkötődik, hogy hihetetlen, olyan kemény lesz. Uh-huh. Jó, mondjuk itt könnyű mondani az agyagot, mert ott van az agyagbánya. Tehát itt bányásszák, amiből a rékerámiából, meg az alakerámiából csinálnak agyagot, az innen van. Romhányba. Hát Romhányba csinálják a csempét, de csinálják a még a csempét? Van. Tessék? Romhányba csinálják még? Passz. Nem tudom megmondani. Hát ez a paprikás már a végkorát éli, van benne mindenféle. De érdekes, azt vettem észre, hogy van olyan néhány, ebben a nagy melegben nem nőttek úgy, hogy növények gyökerei. Nekem a fűszerpaprikám most kezdett el érni szeptemberben. Addig talán... Az itt állsz benne, már le van szedve egy csomószor. Tudom, de én nálam most kezdem el még csak szedni. Hát, hiába volt marha meleg, nem kezdett el érni. Azért nálad jobb a helyzet, mert itt meg hamar van fagy. Meg szerint... De itt jó ez az izé. Dombhád. Menjünk erre folyamba. A másik oldalt már nem nagyon lesz mi, mert egy krumpli volt. Ez egy nagyon rossz Gloucester fa volt. Nem tudom, hogy ki oltotta meg, hogy honnan, de nagyon rossz minőségű alma volt rajta. És akkor ezt most szeretném majd átoltogatni, így hagyd sudarazzon, aztán tavasszal oltogatni lehet bele. Nagyon jó lesz, már látom. Lehet rárakni rendesen. Ugye erre tehát gondolkodtam rajta, hogy kiszedem. Nem, vagy 5-6-ot rá lehet rakni. De nem akartam kiszedni, mert ha kiszedem, akkor most meg mennyi idő még ekkorában? Uh-huh. Egy fa. Na, hát itt van a sütőtökök. Ez nem nőtt meg nálam. Mondjuk ez sem sokkal nagyobb, ott mint ami. Ott van bent egy nagy szürke. Aha. De ez nem nagy dobosi, hanem mondtam annak idején, hogy rendeltem a biodiverzitás központtól. Aha. És ezek abból vannak. Ez is. Van egy másik fajta olyan... Nem szoktad a magot összeszedni? Itt össze-vissza keverték a magjaikat. Ezt nem szedem össze a magot. Tehát biztos nem, mert ugye a kabakos az, ami a legkönnyebben el... Összekeveredett már. Az biztos, hogy igen. Főleg meg, hogyha valakinek ott van özéje, dísztök, akkor annak vége van, az meg még mérgező is. Ezt tudom. Ezt a hokkaidótok, ezt tudjuk mi termeszteni itt? Tessék? Persze. A hokkaidótok, mi abból szeretünk nagyon krémeves csinálni. Az érdemes, az ugyanígy megterem nálunk? Micsoda? Hokkaidó, megterem, de... Van benne ott hokkaidó is. Megterem, ott. De egy tövön ne várjatok túl sokat. Ja. Nem egy nagy termő. De finom. Aha, igen. Van, aki nem szereti, mert olyan gesztenyés íze van, de pont az a jó benne szerintem, hogy olyan gesztenyés íze van. Alig bírom, lehántom. És én palántázni szoktam mindig a tököt, tehát nem helyrevetéssel ültetem, ugye, mert későn ugye, fagyok után, tehát fagyosszentek után rakom ki, tehát már nagy, mikor máshol már még nincs. Tehát megyünk ki. Na, ez az, amit mutattál pirosba. Van lila. Ez nagyon jó hallom. Meg rózsaszín. Hát csak... De ilyet kapok most. Ilyet nem tudok neked most adni, de jövő. Nem, én kapok. Ja? Kapok belőle. Imádom. Aha, meg sárgát az üzem.
Meg van fehérből is, de az apró virágú a fehér. Aha, fehéret is, ja. Az ilyen magas, de az apró virágú. Imádom, ez most kezd el virágozni, virágzik. Az aszterek. Aha. Őszi rózsának hívják, csak ez... Jó kis cseresznye. Ezt ismered? Jaj! Ézé zsája. Igen, a... Orvosi. Hogy hívják? A... Orvosi zsája. Nem az? De. De nem orvosi zsája, hanem... Ez elég erő. Ezt nagyon szeretik a méhek egyébként. De nem az. Nem. Annak zsája, nem de... Szóval. Na. Ez a szalbei vagyunk. Valamilyen szalbei. Uh-huh. De van abból is annyi, mint a nyűjt. Muskotáj zsája. De nézd meg mennyit szétdobált magjait. Szeret. Szerintem nekünk szeretném. Szomszéde kukoricás. Az is a tied? Nem. Isten ments. Az a TS. Ez a TSZ. Még most jó, hogy kukorica van. Tavaly előtt úgy műtrágyáztak, hogy a második megyfáig műtrágya volt minden. Szonjuk a teherbe, nem. Pedig azt neki nem nagyon szabadna. Úgy szúrta? Traktorról szúrta, és nem tudom, hogy hogy. Hogy odáig, ott műtre. Jövök fel, tavasszal virágoztak a cseresznyefák, meg a meggyek. Mi a hullika? Megnézem, fölveszem műtrágya. Honnan? Akkor láttam, hogy itt megy a traktor. Odáig műtrágyás volt a második. Jó, elbassza ezért szórást. Hát mennyit kiszórt? Oké, hát mennyit kiszórt fölöslegesen. Ugye, mert a műtrágya nem olcsó. Igen. Én nem raknák, olyan növénynek biztos nem, amit megeszek. Akkor inkább legyen kisebb a termése. Jó sikerült beállítani nekik akkor, hogyha még oda is van. Ott is voltak. Ja. Haben Sie erzählt, dass die letzte Jahr haben hier die... Ja, die Kunstmist. Hat da oben gestreut, hier bis zum zweiten Baum gekommen. Olyan szépen volt bent. Milyen lehet, hogy permetetnek bazni? Aztán nem nagyon permetezték ezt a kukoricát, ugye már rájöttek, hogy ennek over mindegy. Csak hogy azt nem tudom, miért nem maradták már le, vagy miért nem vágták le, amíg értelmes volt addig. Ott van bent egy nagyobb kokkaidó. Igen, látom. Nagyon szép. Itt van egy nagy berz. Ez nem izé nagy dobosi, ez valami más, mert olyan nem nincs. Lehet látni a színéről. A színéről lehet, igen. Uh-huh. Kíváncsi leszek arra, amit én próbáltam az idén ki. Ezek a biodiverzitás központok vannak. Pedig ilyenből van most tök krémleves otthon. Nem baj, én már rá vagyok izgulva. Jó, valakkor. Hallod, tudod mit ne csinálj, hogy egy hollókőre mész? Van ott egy sarki étterem, be ne menj. Én nem megyek hollókőre. Hú. Ne. Az az étterem, az... Annyira nagyon fényezték meg szenzációztak. Na, megjöttek. Nagy ország másik része, elviszük a híres nevezetes hollókőt. Hát én akkor inkább az éve már... Köszönöm, viszont! Nem tartok szó. Mindenkinek van üvegháza, hallod? Nem. Az, igen. Hát mindenki üvegházazik. Halott van, nem. Az éve a... Hol van az? Szerintem ez a kedvenc, egyik kedvenc körtén. Nem olyan hosszú, 500 méter. Ez az egyik kedvenc körtén, szerintem. Akkor megyél belőle. Alexander körte. Igen? Hát a másik neve az én. Ez már jó is. Ó, mi ennek a másik nevennek az Alexandernak? Nem tudom. Te már érett, miért nem szeded le? Még nem egészen érett. Nekem már jó. Igen? Lehet azért már olyan jó vagyok. Mit jó? Uborkák voltak itt meg a banánuborka, te azt mondtad, neked nem ízlik, szerintem az baromi jó. Igen? Aha. Nem az már, meg akkor az enyém nem volt jó. Szerintem ez baromi film. Szerintem nagyon jó. Gyengébb
gyengé buborka íze van, nem? Ez ilyen... Hoppala. Szerintem nagyon rossz íze volt. Hát olyan, ilyen gyengé, édesebb buborka íze van, nem? Olyan íze van, legalábbis ennek olyan íze van. És akkor kevés maga van a közepén. Szerintem nagyon rossz uborka íze volt. Ízlések és pofonok. Mm. Úgy van. Ezt mondom, én ízlések és pofonok. Igen. Ez a papkörte. Ez meg jó tárolni. Aha. Hát nem sokáig marad meg, de egyébként lehet, ebből is kell keresni citromsárgát. Azok jók. Sárgásat, ha találsz rajta. Hát szerintem ez finomabb, mint az. Igen? Aha. Csak keres sárgásat. Van? Nem. Most meg. Ez ennyivel hidegebb van. Most virágzik még csak. Ennyivel vagy késői vetés. Késői ültetés amúgy azért, hogy ne nagyon virágozzon, hanem inkább tudjak róla szedni leveleket. Azok díszvirágok? Igen. Úgy néznek ki azok, mert van olyan, ami láttunk, de izében ilyen lilában meg... Itt van. Nem virágzott, a levélre gondoltam. Aha. Kálák ezek. De van nálad is sok minden. Hát már csak ilyenkor már megy lefelé. Csili. És ezekkel mit csinálsz? Ezt kiszedem, kiszedjük. Ez temetőbe viszik ezt. Minden. Virágokat, aha. Most már csak megkérdezem. Kérdez. Mekkora családod volt neked, aki a temetőben van? 1, 2, 3, most már apukám is, 4, 5 sír. Az igen. És mindet látogatjátok. Persze. És meg, na? Miligal? Szedjünk akkor még. Szedjünk? Szedhetünk. Valamire. Egész nyugodtan. Hát szóval gondolom, hogy fogom izányom a faken. Nekem lerakhatok.